mai vállalás sem lesz könnyű, és elhoztam a legklasszikusabb g az úgynevezett felokosított változatait, és megnézzük, hogy ezek mennyibe állnak pariban a mostában szokásos fitness trackerekkel, okosórákkal, ezek egyáltalán okosóráke, vagy megmaradtak g egyáltalán hogyan teljesítenek ki egymáshoz képest, miben jók, miben nem jók, meg ilyen apróságok, úgyhogy erre kell számítani a következő 11 néhány percben. Ez is, mint a legtöbb rész elérhető podcast formátumon fent vagyunk a főbe podcast platformokon, itunes Spotify-n és YouTube music is, a sorozatnak saját weboldalon, fent vagyunk TikTokon, Instán, Facebookon és természetesen YouTube-on is, linkek a leírásban, mint mindig, és nagyon boldogát tesz, ha megnyomod a követést és a csengőt, és a YouTube-os tagoknak pedig különösen egy pacsiár, és ők mindig előbb láthatják ezeket a részeket. A G-sokokat szerintem egész kevés embernek kell bemutatni. Tudom, kommentekben mindig sokszor megkapom, hogy ó, hogy ezek ilyen játékórák, meg, meg ilyen drága órákat így nem vennének, és így igazából nem értem a problémát, mert a dzsicsoknak jó része megkapható abszolút belépő árkategóriában, 40 ezer forintos nagyságrendtől fölfelé. Nyilván egyébként vannak ennél sokkal drágább dolgok is, de alapvetően a mégis mégiscsak arról szólt szerintem mindig is, mióta a Kikói-be megálmodta őket, hogy tartósak legyenek szögletesek legyenek, ez egyébként szerintem nem volt feltétlenül elvárás, de valahogy a tesztelési folyamatban valahogy így alakult ki, hogy alapvetően a szögletes forma az jól fog állni ennek a dolognak, valamint meg egyébként gondolom ennek a modulhoz van köze, hogy a modult így tudja legjobban körbeölelni, ez az egész, és természetesen a színek. A színek valahogy a 90-es évektől hozzá tartoznak a g érzéshez, és az első G-sok piacra hozatala óta eltett 40 évben úgy gondolom, hogy ők lettek az első számú színes óra, ami gyakorlatilag a világon, bárhol, bármilyen órakedvelő közegben egyértelműen a színeket jelenti, és gondolkodtam, hogy ezt most reprezentáljam e de nem fogom helyette reprezentálják majd azok a modellek, amiket most elhoztam nektek, meg amiket majd így még kézben mutogatok pluszba, amik nem tartoznak ehhez a H5600-as vonalhoz igazából. Engem mindig is tökre zavart, és van is egy ilyen definícióm, aztán ezt át lehet venni, vagy nem, hogy szerintem azok a snobok, akik nem tudnak értékelni egy kázi vagy egyébként akár már akár ki lehet ez bővíteni egyébként kázi és teljesen mindegy, mert úgy gondolom, hogy amikor valaki önmagában csak csak a márkát nézi, vagy az árat nézi, és nem nézi azt, hogy egyébként minőségi terméket kap-e, azzal szerintem baj van. És lehet egyébként ezeket a műanyagórákat játéknak tartani, viszont amikor mondjuk egy ilyen műanyagóra kibír 40 évet, az szerintem már. Magáért beszél, és ott igazából túlságosan sokat nem kell hozzátenni a sztorihoz. Viszont a cég ezt azért mégiscsak megpróbálta a 40. évfordulóra, és a G-sokkoknak a g squad osztályában már megjelent szenzorokat bevezették ebbe a DV-5600-asra épülő formavilágba, és ezt egyébként kicsit ki is bővítették, ugyanis a korábbi klasszikus 5600-asokhoz képest egy picit nagyobbak lettek, ez alapvetően főleg a szenzoroknak a, a különbségéből is adódik egyébként, plusz abból is, hogy gyakorlatilag az arányukat növelték, és pont a beépített vérnyomásméréssel kapcsolatban volt erre szerintem szükség, Ugye, és az óra is egy picit vastagabb lett, és ahhoz, hogy ne veszítsen az arányaiból, így egy picit megnagyították ezeket az órákat. És azért is van az, hogy a mai a DVH 5600-asok 3 mm-rel nagyobbak, mint a klasszikus, illetve megszokott DV 5600-osok a széleltérésekről nem is beszélve. Arról viszont igen, hogy az egyik fontos feature ezekkel az órákkal kapcsolatban a negatív kijelzőjük, és még az, hogy ezt a negatív kijelzőt megfejelték egy memory pixel, vagyis hogy mitnek nevezett technológiával, ami minden korábbinál könnyebb és olvashatóbb negatív display kijelzést tesz lehetővé. És érdekes, hogy a G-Shock fanok részéről volt egyfajta ilyen vágy vagy elvárás a cég felé, hogy szerették volna ezt a memory pixeles LCD kijelzőt nyolcszögletes tok formával megtapasztalni, és nem ebben a fajta nagyobb darab házban, mint mondjuk a GBD H2000-eseken van, hanem a klasszikus, megszokott nyolcögletű házban, és ez is megtörtént. Viszont egyébként kérdéses, hogy a fannok ezt hogy fogják értékelni. Én úgy tudom, hogy egyébként a piac jól reagált ezekre az órákra, de ezt nem az én dolgom eldönteni, az én dolgom az, hogy megnézzük ezeket az órákat, és hát tegyük is meg szerintem. Általában az ilyen óráknak a megnézését mindig a csomagolással szoktuk kezdeni, és ugye most is erről van szó. Ugye világszinten trend a fenntarthatósággal kampányolni, és a fenntarthatósággal kapcsolatban megfogalmazni dolgokat, meg ahhoz képest valakinek megmutatni, hogy ő bizony mennyire fenntartható. Egyébként korábbi sorcokban mutattam már, hogy az új g a csomagolása is ilyen fenntartható dobozokban érkezett, de a H5600-asoké kimondottan, ugyanis itt a felszerelés miatt egy plusz nagyobb dobozra szükség volt. És itt is látszik rajtuk, hogy egyébként ezek ilyen nagyon papír, nagyon újra hasznosító, és mindenféle zöld és nagyon jó dolgokban kell érkezniük. És egyébként textilből van az, órá, az, órához érkező szütő, és ez nem mondjuk műanyagból, vagy ilyesműből. Ha nyilván egyébként vannak olyan fóliák, amiknek egyébként abból kell lenni, mert különben egészen viccesen néznek ki. de ez az első benyomás gyakorlatilag, amikor az órát így kivesszük az őt megillető csomagolásából. És ha már csomagolás, ugye itt mellette, hogyha ezt kinyitjuk, nem feltétlenül öncélű ez a dolog, tehát nem azért, hogy ilyen bolti displaynek nézzen ki. Belül, ezen a kis fehér dobozon belül pedig van hozzá egy töltő, és ez sem öncélú, ez ugye azért van, mert maga az óra ugye többféleképpen tud töltődni, egyrészt van neki az USB-s töltődési lehetősége, másrészt pedig van neki természetesen a szolárpaneles töltés, ami érdekes, hogy itt ez az órán nem a TAF Solar nevet kapta, itt csak egyszerűen szolárként szerepel, ez valahogy egyébként azt is jelzi számomra, és egyébként az elmúlt két hónap tapasztalata ez igazolja is, hogy a mindennapos használat mellett és ha össze van kötve a telefonod, és fel van okosítva, és be van kapcsolva a bluetooth rajta, és folyamatosan mérj a pulzusod, és minden, akkor azért bizony hetente egyszer a töltő környékére biztos, hogy tenni kell, és össze kell őket kötni, hogyha nem kötöd össze, hanem okos funkciók nélkül használod ezt az órát, akkor egyébként ezzel nem lesz gondod. önmagában az, hogy folyamatosan a Bluetooth használja és a telefonodnak küldi a Life logokat, és hogy hogyan aludtál és minden az szerintem sokkal több, vagy legalábbis nem az, hogy szerintem, hanem hogy érezhetően sokkal több energiát emészt fel az akkumulátor időből, mert hogy ugye ezekben akkumulátor van, mint ugye a klasszikus DV5600-asokban. Ha már így nagyon ráugrottam erre a, a dologra, akkor aztán folytathatjuk is magával az órával. Ami érdekessége egyébként, hogy ha elkezdjük nézni a tokot, elmondtam, hogy egy picit nagyobb, mint a korábbi modellek, ennek ugye van egyfajta fölskálázása, viszont ami nekem feltűnt, és egész érdekes, hogy eltűntek az oldaláról a csavarozási lehetőségek, tehát hogy konkrétan itt a maga a tok, az ugye rá volt eddig csavarozva, ez a külső borítás, viszont egyébként ezt le lehet pattintani, most nem fogom megtenni, de úgy tudom, hogy ez egyébként lepattintható és vissza is lehet rá rakni. nem néz ki egyébként rosszul, csak így egy kicsit fura, mert ezért megszoktuk azt, hogy a tokfüleken ott vannak ezek a csavarok, így egyébként a dizájnban nem tudom, hogy ez mennyire design megfontolás inkább, vagy működési, inkább ezt mondjuk működésének gondolnám. Ettől függetlenül is egyébként így azért egy kicsit tisztább lett a dolog. Ami idegesítő sokaknak az új megjelenésben, és, nem, és jelentem, hogy nem csak erről van szó, hanem az ebben a, az elmúlt néhány évben megjelent új d 5600 is, hogy hogy kicsit bejebb ezeket a gombokat, amik vannak. Én például a, meg voltam győződve arról, hogy a klasszikus adjust gomb, ami ugye a bal felső szokott lenni, de majd erre is kitérünk, az máshogy működik, és vagy hogy nem működik, és elromlott az órám, és úristen, és csináljunk ezzel valamit, de aztán egyébként rá kellett jönni, hogy nem erről van szó, egyszerűen csak annyira bent van, hogy azt ahhoz kell valami körömmel nyomni, volt olyan, hogy egyébként valami műanyag darabban nyomkodtam, vagy ilyesmi, úgyhogy ez az, ami így az ember szem előtt kell, hogy lebegjen szerintem, hogy ezeknél az új szériáknál nem annyira egyszerű a gombokat használni, illetve ez egyébként arra van kitalálva természetesen, hogy ez ilyen megnyomódást a lehető legjobban gátolja, viszont valamennyire csökkenti amúgy a használati élményt szerintem, vagy hát a könnyen használhatóságnak egy picit a rovására megy, nem annyira könnyű megnyomni a gombokat, de ettől függetlenül még, az, uh, még ugyanúgy könnyű őket használni. És a felskálázás egyébként itt is működik, mert a ugyan bár Lukak szempontjából ugyanannyira hosszú, mint az előzőnél, a színak a vége jó pár milliméterrel, de hogy megkockáztatnám, hogy fél centivel is akár hosszabb, mint a korábbi verziói. Ezt a részét alapvetően nem értem, de gondolom, hogy ez is a felskálzás miatt van. Vagy gondoltak arra, hogy végül is akik fitness trackernek szeretnék használni, azok azért alapvetően mégiscsak sok esetben nagyobb darab emberek. Nem tudom, hogy a, tudom, az erőemelők mennyire használnak ilyesmit, ezt majd Mátétól megkérdezzük. Mi viszont egy apróságot mindenképpen meg kell, hogy jegyezzek, hogy a szíjon lévő lukaknak a száma és a sűrűsége viszont például jelentősen eltér a két szíj esetében, már a rövid szárán is, hogyha megszámoljuk. A klasszikuson öt darab luk van, a fehéren és a hosszúnál már nem ismerek ennek egyébként utána számolni, mert így ö, olyan sok szám van, hogy így el konkrétan elvesznék benne, de mondom, egyébként hosszúságra nagyjából ugyanolyan hosszúnak tűnik, vagy egyébként maximum, maximum ilyen, ilyen egy-kettő, egy, egy lukkal talán, talán hosszabbnak tűnik a, a, a hának a hosszúsága. Még egy, még egy érdekes különbség, hogy a klasszikusoknak hajlított lemezből van a hátlemeze, viszont a háknak tömör lemezből. Ez alapvetően gondolom, hogy a szenzornak a helyén tartása miatt is van, meg önmagában a töltőnek a, a, a nyílása miatt is van, ami egyébként, amihez egyébként ugye tartozik ez az érdekes csipesz, ami meg tök jó van kialakítva, hogy itt izé ne zúzzon le semmit, hanem illeszkedik magához az órának a formájához, és akkor rácsüptetjük, és akkor csodálatosan tudja tölteni egy néhány órán keresztül, képes is ezt a dolgot így véghez vinni. A legviccesebb dolog egyébként azzal kapcsolatban, hogyha sokáig viseled ezt az órát, hogy utána, hogyha felveszed a kezedről, mondjuk egész nap rajtad volt, akkor ilyen, hát nem tudom én, cica mancs, vagy valamilyen ilyen háromújú kisállatnak a mancsának a nyoma rajzolódik ki. Ez ugye a pulzusmérőnek a lukjai, amin keresztül ezek a világító sugarak így tudják mérni a pulzusunkat, és ez tök viccesen néz ki. Ez nyilván nem feature, nem is bug, ez csak egy ilyen hozzátartozó dolog. Pont ez az érzékelők miatt az óra vastagabb is lett, és érezhetően eláll a csuklótól, miközben viseled, viszont egyébként annyit érzékel belőle az ember, szerintem mindenképpen, nem fekszik annyira nagyon simán az embernek a csuklójára, mint a klasszikusok, viszont azért ez a fitness trackerekkel úgy gondolom, hogy együtt jár. Az okos funkcióknak a nagy részéről nem annyira szeretnék beszélni, viszont az egyik nagyon vicces dologról mindenképpen van egy Reading Exercise nevű menüpontja, ami konkrétan az, amit a neve is sugal, hogy igen, ez légző gyakorlat, és az ilyen nem is tudom, nintendo a világát idéző animációval próbálja a kilégzést és a belégzést érzékeltetni maga. A, maga az eszköz, elsőre egyébként furcsa volt, de nagyon ilyen retro hangulatot áraszt magából ez az egész és természetesen, és szerintem egyébként az meg tök jó, hogy gyakorlatilag az összes funkciót, amit mondjuk telefonon keresztül, a lifelogban, logban, meg mindenhol el tudunk érni, azokat lehet a telefon nélkül is, tehát magának az órának az egészségügyi funkcióhoz nem kell feltétlenül a telefon, és szerintem ez is egy ilyen tök pozitív dolog, hogy ha akarod ezt használni, okosóraként, okos óraként, de ha meg nem akarod okos óraként használni, akkor meg tudod használni egyszerűen fitness trackerként, anélkül, hogy bármivel össze lenne kötve, és szerintem ennek is van mondjuk adott eset ebben létjogosultsága. Nyilván sokkal vizuálisabb az, és hogy mondjuk egyébként nyilván a telefononnal összekötött GPS-es dolgot, hogy éppen merre futottál, és hol volt a start, és hol a cél, azt a kijelzőn keresztül nem tudod megnézni, viszont magában az alkalmazásban igen, és szerintem ez tök jó, meg nyilván az, hogy, hogy aludtál éjszaka, az is sokkal vizuálisabb, hogyha megnézed a Nightly Recharge-ot a Life ban a gyártónak egy kicsit ilyen önbevallása, hogy nem solar Charging-ról beszél, hanem azt mondja, hogy solar assisted charging. Tehát ők is tudják, hogy ha aktívan használod ezt az órát, ahhoz a napenergia nem elég, a napenergia alapvetően csak rásegít erre a dologra. Ez mondom egyfajta ilyen beismerése annak, hogy, hogy, valójában az okos funkciók azért eléggé zabálnak, és ez maximum csak kinyújtani tudod az élettartamát, hogyha tényleg használsz rajta minden feature-t. Én ezt egyfajta ilyen beismerésként fogom fel, hogy ők is pontosan tudják, hogy ezt az órát, hogyha folyamatosan használod, és az USB nincs a környéken, akkor csak elnyújtani tudod, hogy mennyi ideig e működik, de effektíve azt nem tudod megtenni, hogy folyamatosan használod és működik. Természetesen Bluetooth-szal össze van kötve a telefonommal, ugye az időszinkron működik, és folyamatosan life logokat kapok, amiből tudom nézni, hogy egyébként egész nap, hogy hogyan aludtam, mennyit sétáltam, mert hogy ugye van benne accelerométer, tehát hogy a pulzuson kívül is képes még információkat adni. Elméletileg tud vér oxigén szintet is mérni, és itt valahogy mindig vér alkohol szintet akarok mondani. Nem is értem. Értik el egyébként az éjszakánkat, hogy hogyan aludtunk, hogy milyen volt egyébként a pózusunk, hogy mennyi energiát használtunk fel, és mennyi volt a célunk. Ezeket én egyébként beszoktam állítani, hogy így a metabolikus célokat tudja valamennyire követni, és meg tudjon dicsérni, hogy ó, milyen sokat sétáltam ma. Úgyhogy ez egyébként mindenképpen frankó. Amikor valaki edző módban használja, hogy mondjuk fut vagy ilyesmi, akkor van értelme bekapcsolni, azt mondja, a véroxigén szintnek a mérését, mert ezt alapvetően egyébként nem méri. Ez egyébként más okos eszközöknél is nagyon hasonlóan van, úgyhogy ez nem káziós specifikus dolog. Az alkalmazásnak az adatait lehet ugye integrálni. Az összes számítás, amit végez, fitness sport, amely minden ilyesmivel kapcsolatban, az a polárosoknak a fejlesztésére épült, illetve ezt, ha jól vettem le a sajtóanyagokból, akkor itt ezt a polárosok végezték effektíve. Amit viszont egyébként mindenképp el akartam mondani, hogy az órának vannak különböző érdekes tulajdonságai, például az, hogy a kezelőfelülete másképpen működik, mint ahogy azt korábban megszoktuk. Viszont úgy tudom, hogy ez talán nem egyedi erre a kiadásra, hanem a G-Squadoknak a tulajdonsága, viszont nyilvánvalóan, mivel alapvetően én nem szoktam okosított eszközöket hordani, valószínűleg ez számomra ezért volt újdonság. Viszont amire én használom, hogy a mindenpi lépésszámomat, meg, a, meg az alvási minőséget, még ilyesmit mérjen, azokra egyébként egy tök jó, összemértem más okos eszközzel, és függően attól a naptól volt, hogy ilyen 2%-on belül volt a különbség, de a maximum is ilyen 8 volt nem számolva azokat a napokat, amikor mondjuk valamelyik eszközt, mit tudom én nem viseltem, vagy mert éppen mondjuk valamelyik töltődött, vagy éppen csak levettem és elfejtettem visszamenni és ilyesmi. Szóval hogy egyébként én ezzel kapcsolatban nem tudok uh, ilyen negatívumról alapvetően beszámolni. Viszont, ha már így azt mondtam, hogy negatívumok, akkor úgy, úgy összességében egy kicsit el kell mondani, hogy, hogy mi az, ami egyébként ezzel kapcsolatban nem tetszik, hogy szerintem a Kázió valahol fejlesztésben ráútt erre az okos óra dologra. Persze, volt a korábban is, mintha már említett, GBDH2000-es sorozat. Van okos eszközök, viszont úgy gondolom, hogy például akár a szenzoroknak a sokféleségében, a szenzoroknak az információjában, vagy például a beépített EKG lehetőségében, nem is beszélve arról, hogy vannak olyan eszközök, amik ekkora töltéssel több hónapig el tudnak lenni, míg mondjuk például itt a, a, a szoláros dolgokkal így mi én azt tapasztaltam, hogy az alapbeállítások mellett ilyen egy hétig tud nagyjából elüzemelni, és akkor utána már szólni fog, hogy hát itt gond van, és akkor tölteni kellene. Azok az órák egyébként, amiket nem okos eszközben, eszközként használunk, azok nyilván a végtelenséggel tudnak működni a szolárpaneles dolgaikkal, és ez egyébként tök jó, viszont így effektíve okos óraként, úgyhogy használod rajta az okos funkciókat is, szerintem úgy egészen hamar merülnek, amin azért úgy gondolom, hogy lehet volna dolgozni, mert hogyha más gyártok meg tudták csinálni, akkor valószínűleg a káziónak is meg kell tudni csinálni Óhatatlan összehasonlítja az ember egyébként az árazását, mondjuk a, a nem okosított sima dv 5600 asokkal és természetesen, ha ilyen fénytörésben nézzük a dolgot, akkor van egy kétszeres, háromszoros árkülönbség, még akkor is, hogyha mondjuk ezek a modellek adott esetben le vannak. Azok, amiket bemutatok, azok közül éppen van olyan, ami jelenleg éppen a nagykerben is akciós, úgyhogy ezekben most hozzá lehet jutni a az ajánlott lista ár alatt, hogyha ezek valakinek megtetszett. Én nem véletlenül választottam egyébként a fehéret, mert általában ugye a csísokokról megszoktuk, hogy ó, ennyire meg annyira színesek, és ugye én ezt nyáron kezdtem használni, és a nyárhoz tök jó volt, de egyébként most még így ősszel is simán nagyon sokszor videókban lehetett látni rajtam, hogy mind a kettő kezemen voltak ilyenek. És ugye csak a fehéret mutogattam, most főleg és nem beszéltem arról, hogy vannak a fémkeretes változatok, amik egyébként szerintem rohat jól néznek ki, viszont én úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak a fehér az, ami jól szimbolizálja ezt az egészet. A fémeknek is abszolút meg tudom érteni, hogyha valaki rajong érte, én is rajongok a fém G-sokokért. Ugye legutóbb láthatátok, amikor kibontottam a GMVB 5000-est, úgyhogy abszolút adom az ilyen fémes kombókat. Ennek egyébként nyilván az ára egy picit magasabban van, mint a teljesen műanyagból, vagy teljesen bio rezimből lévőké. Úgy gondolom, hogy a Káziónak azért sikerült egy méltó emléket állítani a 40. évfordulóra, viszont van egy csomó minden, amiben szerintem jobbak lehetnének ezek a kiadások, mert úgy érzem, hogy egy picit elment maga az idő, ez a technológia fölött, vagy legalábbis ők nem nagyon lovagolták meg ezt az okosított eszköz hullámot, nincs meg náluk az a technológia érezhetően, mint ami egy csomó kompetitornál megvan, és azért van az, hogy például nem olyanok az üzemidők, nem annyi a bennük az érzékelő és ilyesmi, ebben lenne mit felülni, de ugye természetesen az van, hogy aki g sokot szeretne venni, az g sokot fog venni, és nem fog bármilyen más márkának az okos eszközét venni, viszont egy tök jó dolog az, hogy színesett a g sokoknak a palettája, és már a szögletes formában is elérhetőek, ezek a különböző púzusmérő, lépésszámlálók, accelerométeres és hasonló, bluetooth-os linkkel, mobil linkkel és hasonlóval ellátott dolgok, ami nem mellesleg ugye még szoláros is, és USB-n keresztül is lehet tölteni, hogyha éppen úgy van. Úgy gondolom, hogy ezzel többek lettünk, és van még mit fejlődni ebben a káziónak, de szerintem fognak is majd ebbe az irányba fejleszteni, legalábbis úgy gondolom, hogy ha ezt komolyan veszik, akkor mindenképpen van még mit keresniük itt. Na no és akkor most nagyjából ennyi, amit én el szerettem volna mondani, a hát 5600 asoknak erről a csodálatos 40. szülő napra készült családjáról. Érdekel, hogy mit gondolsz róla? Írd le kommentben.